Evil forces have conquered the royal kingdom. Monstrous armies ravaged. Szevasztok, srácok! Üdv mindenkinek! Ez itt a Royal Revolt Warriors, ami egy ilyen Clash Royale kinézetű Vampire Survival-szerű játék. És lehet kóba is játszani. Aki esetleg nem vágna, hogy mi ez a Vampire Survivals, van egy karaktered, azt jönnek rád a szörnyek, és meg kell őket ölni, és közben fegyvereket kapsz, vagy legalábbis választhatsz fegyverek közül, a fegyvereket lehet fejleszteni, a rányaid egyre jobbak és jobbak lesznek, amit a menüből tudsz erősíteni. Legalábbis nekem, amikor így ránéztem erre a játékra, egyből ilyen Clash Royale feeling ugrott be. És amúgy a Royal Revolt egy olyan játék, ami ilyen Tower Defense jellegű játék, hogyha jól láttam, és hát most nyilván mindenki a saját maga a Vampire Survival játékát próbálja így megcsinálni. Nézzük, van-e magyar nyelv. Kontrollerrel fogok egyébként játszani. Nincs magyar nyelv. Van itt egy olyan online multiplayer coming soon questek, ezek ugye az achievementek úgymond. Blacksmith, ugye azaz, hogy a következő rányaid azok egyre erősebbek legyenek. És itt van. Három karakter jelenleg. Most mondjátok, hogy nem Clash Royale-os. Ez fura ilyen Clash Royale feeling. Tehát itt van nekünk a király, advisor és a kultista. Hát kezdünk a királlyal. A képessége a dash. Jó. És azt írja, hogy jó a két karddal, a suhintással, meg valami kar, ami körül kör van. Hát ez ugye nem tudjuk, hogy mit jelent, meg itt vannak a képessége, mint a statjai. 100 HP, 3,5-ös walk speed, crit chance, crit damage. Jó, mert Royal Forest, Red Canyon, Glaciális Northland, Royal Forest, oké, tehát akkor körbeértünk. Na mehet akkor a Royalis. És akkor ott írja, hogy mennyit játszottunk, mennyi clear volt, coop, clear, kill és boss kill. Nehézségállítás, lehet hardra rakni. Hardra viszont még nem tudjuk rakni. Jó van. Automatikusan támad a karakter. Aha, tehát automatikusan támad, viszont a célzást azt nekünk kell irányítani. Kíváncsi vagyok, hogy meddig tudunk eljutni. Kultista staff. Ó, pick-up-okat gyűjt a bumeráng. Legyen a bumeráng, mit szóltok? Tehát van a kardunk, és van most már egy bumerángunk is. Lehetne armort kérni, meg HP regent. Constant damage a warrior körül, a monk's brew gyakorlatilag a hagyma. Igen. Az öreg hagyma. Pickup range az jöhet. Eddig még nem sebződtünk meg. Attack area, miért írja ezt, hogy plusz 2 vajon? Ja, hogy fejlődni fog ilyenkor a fegyver. Plusz egy projectile a boomerangra? Ezt tetszik. Hogy átmentek ott a vatkanok, de jó. Ha itt most már lövöldöznek. Na basszus. Attack speed legyen az. Bár az alapfegyvert fejleszteném szívesen, de olyat, mint hogyha nem akarná engedni a játék.
Oh, végre attack speed a Royal Swordra. Nem fura ez a zene. Haladtam. Vajon ugyanannyi XP-t ad egyébként ez az XP-gem? Ezekért a nagy szörnyekért? Az ott szorulás lenne. Bíz, nem is plusz 3, na az jó. Új, és milyen szépeket kritelünk. Jó lett volna ezt a vadisznó hordát lecsapni. Azt nézem, hogy kéne valami heal is. Oho! Csak szólni kellett, srácok. Minden ilyen könnyen megy az életbe, csak mondani kell. Atakarám. Amúgy nem is mondtam, de Adri elkezdte nézni az Umbrella Academy-t, és így félfüllen, amikor így hallottam, akkor így nagyon megtetszett. Walk speed, pick up range, attack ara. Nagyon megtetszett, és így én is elkezdtem vele nézni, és brutál mód tetszik. Utálmod tetszik nekem ez az időutazásos, de ez amúgy nagyon tetszik. Bár eléggé katyvasznak tűnt. Rampázs! Úgyhogy egy jó új sorozat, ami így tök jó. Bár pont az első évadból láttam amúgy keveset. Azt így Adri összefoglalta. Most fejeződött be, hogyha minden igaz. Vagy nem fejeződött be? Lehet, hogy nem fejeződött be, csak kijött az utolsó. Mert ugye hogy is mondjam, most jött ki a negyedik évad. Inkább úgy mondom. Az eleje rohadt jó volt, a végére meg inkább ne beszéljünk. Három évadot láttam, de nagyon el van szálló. Nagyon drogos. Ja, hogy vége is lett már, aha. Wow! Egy kis boom. Én akkor is meg akarom csinálni elsőre. Ez nem azt akartam, az attack speedet akartam választani. Hogy ezek saját társukat is ölik.
Abban van a színész, aki nemet váltott. Aha. Most pont ott tartunk. Harmadik évad. Pickup Range. Mi lehet a Pickup Range? Mármint, hogy nem tudom, hogy a színész váltott-e nemet, azt nem várom, de hogy a karakter az biztos, hogy nemet váltott. Úristen, nagyon sokan vannak. Na, egy kis 10 HP, az is több, mint a semmi. Végre! Jó, hogy még 12 perc van hátra? Jézusom! Elnézést, ez hogy nézett ki, hogy itt rám spawnolt az enemy? Ja, látom, itt vannak a kis körök, amikre figyelni kell. Jézus, mennyien vannak! Azt mondja, hogy attack durationt lehet kérni a bumerángosnak. Valami HP regen egyébként jól jön, nem? Nekem egyébként, akinek tetszett például a Loki, nekem így tetszik az Umbrella Akadémia is. Az ott nagyon sok XP-m. Kultista staffot kivettem? Ó! Na tessék. Boomerang base damage-et kérünk. Ez baj lehet. Jó, el kell menjek innen, hogy hit tudjunk gyűjteni. Max HP. Nem tudok megmozdulni, na végre. Ez most itt nagyon sok XP. Boomerangnak plusz egy projectile-os. Hogy mit csinálsz? Magnetized. Hát ha te mondod, hogy ezt az enemy mondja. Asztalad, rám harapott. Végre!
Ja, hogy ezt jelenti, aha. Akkor ezt mondja, megnő minden projektár és a sebzés is. Ó, oh, kösz is anyász. A King tud deseni, ez a különleges képességet. Tényleg azt nem is használtam. És azzal sértetetlenünk leszünk. Köszi. Legalábbis egy kis időre biztosan. Ez a magnetize, az elég király. Na, végre egy kis heal. Jó. Nyolcon, valószínűleg maxos a fegyverünk. Ó, van térképünk egyébként. Hú, és egy kenyér. Hát ez itt most nagyon sok köpés, az biztos. Szóval lehet, hogy ezt már kérdezték, de ez a demo. Igen, ez a demo. Oké, és a boss-t ignoráljuk. Bár valószínűleg halni is fogunk. Rosszan gész, azt a srácok. Nem mondhatom el sajnos srácok a játék nevét. Az a helyzet. Titkos.
HP regen? Vagy attack speed? Attack speed. Ez az egyetlen reményünk, hát nem jött be. Az igen. Royal Amulet trinketet szereztünk, növeli a fegyver sebzést, az Orum trinket a támadások nagyságát. A Dragon Fang az ilyen, hát hogy is mondjam, kevesebb idő telik el két támadás között. Hát igen, a bumerang az jó volt, meg az alapfegyverünk. Na hát, az a jó, hogy gyűjtöttünk pénzt, szóval tudunk olyat csinálni, hogy HP regen, növelésem, több enemy és több HP az enemiknek, crit chance, attack duration, projectile, hoppácska, extra melee attack, az igen, attack area, attack speed, azt kérünk attack speedet. Kérünk HP regent. 0,3-as HP regen. Egy kis attack damage-et még, meg pick-up range-et, és akkor kész. Jó, jöhet a következő karakter. Méghozzá az Advisor. Azt mondja, hogy eltárolhatunk kaját későbbi használatra. Na tessék. Minden kasznak mutatja, hogy milyen fejlesztések a jók, jár láttam. Bár az nem kasznak, hanem inkább a fegyverre vonatkozik szerintem. Royal Sword elég jó volt. Royal Sword boomerang. Sétáljunk gyorsabban. Na most jó. Hát ezt nem mozzuk el, de a pick-up range az jöhet. Százalék damage.
HP regen is jöhet. Hát... Végül is jelent így utolsónak az atakarám. Nem tudom, hogy ezek a jelölések számítanak bármit is. Egyelőre a plusz damage-re megyünk rá. Általában a srácok, az early access-ek, meg a demók nem nagyon szoktak telefonra lenni, meg konzolra, meg ilyenek. Szóval, ez sincs. Attack speed az jöhet a melee fegyverünkre. Attól még, hogyha eltalálnak, ugyanúgy fájok is. Jöhet a base damage is rám. Speed. Most jobban bírjuk, sokkal.
Ja, ja, igen, igen, az inventoriban van HP. Egy elég jó HP. Ez 50-et tölt, igaz? Most a Scarlet Evert húztam be. Egész jó kis game. Csak hamar megvannak a full upgrade-e. Én azzal sajna nem játszottam eleget. De az is jó, az tényes való. Attack speed 15%, attack speedet kérek még. Attack damage-et kérünk. Ja, hát ha egyszer addig eljutok, akkor Scarlet Tower-t is maxoljuk, mert tényleg az, így, az is így a jobbak közé tartozik. Ilyen crit chance, meg crit damage is kell majd. Én is attack speedet kértem. Most két fegyverre játszunk, az előbb négy fegyverre játszottunk. Hogy lepattantak a fáról. Legyen a takarám. A kará. Karda. Óvön, köszi szépen a támogatásodat. Köszi szépen a 34 hónapot. Mizus, mizus, régen te felel, hát örülök, hogy itt vagy. Remélem minden frankó. Nem tudom, annyira nem a játékhoz illő a zene egyébként, ami szól, szerintem. Szerusz egyje már. Base damage-et kérünk. Az fog itt kelleni.
És már lehet beletolva a minimál plusz, mióta toltad. Ja, hát én, hát szerintem egy éve, másfél éve játszottam. Üdvüd mindenkinek, skacok közben, Hali. Kis damage-et kérünk. Csak most jöttem, igaz, de az mitől is vámpíros? Hát a vámpíros ugye, a Vampire Survivors vámpíros, ugye? És vámpírosnak hívjuk azokat a játékokat, amik ahhoz hasonlítanak. De ez csak ilyen kis, ilyen inside dolog, szóval amúgy meg Ballet Heaven. Szóval vámpír ebben nincsen szerintem, hogyha esetleg arra történt az asszociálás. Ó, hát az attack speed az mindenféleképpen kell. Ha látom, és az attack speed-es nyaklánc az már maxos. Na, valahol mostában haltunk meg a másik ránnal, az első ránunkkal. Hogy Magnifier, értem már, meg azt értettem, hogy Magnetized. Ja, hát ez most egy elég erős run. Ez most egy elég erős run. Kérünk szerintem healt, az a biztos. Az se volt legutóbb. Érdekes, egy enemy volt, gyors volt, de nem volt sok HP-ja. Egyen attack duration. Bár szerintem itt egyik fegyverünkre sincs hatással a duration. És ezt ugye már nem tudtuk az előző körben megölni. Majdnem 4000... Kill-nél járunk. Hat akar rá, az jöhet még. Rá akarok menni arra a hordóra.
Ide spawnolnak ezek a köpködősök, de... nagyon könnyen tudjuk őket likvidálni. Ezt a sok köpés már nem biztos, hogy el fogom tudni hárítani. Base damage-et lehetne kérni, meg HP regent is. És mindig van healünk, azt nem szabad elfelejteni. Oh, plusz egy projectile. Cicákok csillanak nagyon helyesen. 2,5 perc lesz, mennyit, hogy 2,5 perc van még hátra. Nem lehet, akkor úgyis úgy néz ki, hogy az attack duration az jó. Itt a bumerangosnál, gondolom addig van távol. Meg lesz? Hát reméljük. Ez tényleg elég ígéretes. Tovább megy rajtunk a bumeráng. Nem, ez nem penetrálás, hanem inkább olyan, hogy... visszatér hozzánk, de aztán tovább is megy rajtunk, majd megint visszatér. Ja, volt penetration, azt nem figyeltem. Hogy volt valami penetration is, megmondom őszintén. Ez kellett már. Base damage-et feljebb tudjuk tolni. Illetve tudunk HP regent is még kérni. Jó, még 1,5 perc van hátra. Nagyobb területre kéne mozdulni addig. Nem telt le az idő. Érdekes. Ó! Hát azt nem szívesen derítenem ki, hogy mennyit sebez egyébként a boss. Azt viszont látom, hogy érdemes a közelébe maradni.
Ó, feloldottunk egy új, két új hőst. Hoppá, egy új fegyvert. Krista, Umberto és egy új pálya. Let's go. Royal Sword 35-ös DPS, asztalat a Royal Sword miért nyomott. Na. Attack speed, mehet. Crit hit chance 1%-ot lehet rápakolni. Oké. És movement speedet kértünk még. Na. Fekete lyuk beszívja az enemit. Oké, ezt kisetolom, hogy mégis milyen statok kellettnek neki. És akkor nézzük meg a kultistát a Red Canyonon. Na, jó gémet majd. Ingyen van egyelőre a demo. Aha. Ez elég egyszerű pályának tűnik. Nézzük meg a Whirling Axe-ot. Hát a Whirling Axe... Nem tudom milyen lesz majd. Az igen, micsoda fekete lyuk. Akkor ezzel a staffel nem is kell céloznia. Hát a 10% damage royale amulett az jól jön. Az mindig jól jön. Lehet pick-up range-ben, az előbb se éreztem nagyon belőle semmit, bár lehet, hogy amúgy meg rosszabb lett volna. Nem tudom. De egyszerűbb a pálya, de kevesebb a mozgásterem. Úgy tett, túl sok indokolatlan sebzés gyűjtöttünk be. Fura, hogy kértem rá plusz egy sebzést a Whirling Axe-ra. De akkor nem is... Ja nem, az plusz egy axe. Há. Hován pörögjön. Hát ez amúgy így gyorsan rip lesz. Sűrűbben lehetne nyomnom a képességet. Na, a fejsze jó. Főleg, hogyha bele tudom csalni a zenemét. A HP regen az mindenféleképpen kell. Dead. Dead. Azt mondja, a Reach Warrior level 60-on animap. Oké. Okay.
Itt van Royal Sword. Bár simán lehet, hogy ez nem jó amúgy ebbe a buildben. Ugye ez a karakterhez. Hát az előzőben ez volt a carry. Meg akarom nézni a staffal milyenek leszünk, úgyhogy inkább arra pakoltam. Letudva a láb? Na, poppácska, pocó. 10 damage-et rakunk a staffra, mert... Szenzelik damage? Ja, azt az előző körbe pikkáltam. Hú, mennyi skorpió basszus. Na, nagyon, nagyon sokat sebeztek rám. Plusz egy atak. Ezt elírták valószínűleg. Plusz egy atak, hát plusz egy axe inkább. Holnap meg éjszakai műszak és sírás. Klasszik sírás. Meg FIFA. Meg Pokémon kártya nyitogatás. Au. Nem használom a képességet. Jézusom, mert ezek itt nagyon vannak. Na most! Rampázs! Nem meszkelek, az a gond, hogy nem tudok, hát olyan damokat polnak le, nem akarom itt hagyni az XP-t. Inkább teljesíteném a pályát, mint sem felfedezek. Vagy a mágnes? Mhm. Addig meg nem lesz sebzés. Attack speed, let's go! Jézusom, mennyi XP van ott elhagyva. Kérünk 10% damage-et. Most ellenség amúgy? Aha. Ez a tornádó, ez egy enemy. Oké. Azt hittem, hogy csak fúj a szél. Ja, mert ezek a izé... Most látom, hogy kik csinálják. Ezek a madarak csinálják. Itt most ez a ranged attack. Hát ez úgy néz ki, hogy eddig bírtuk.
Azt is be tudjuk rántani, wow. Hűha, oké. Tudsz egy projectile? Oké, legyen. Mert inkább lehet a HP regen kellett volna. A plusz egy projectile-nak sose lehet ellenállni. Oké, most egy kis chill van. Hát mehet egy kis pick-up range. Tapra mehet még egy kis sebzés. Hát ez csak dísz. Úgy érzem, hogy innom kell. Ja, nem, nem tűnik rossz buildnek, főleg, hogy hármat lövünk, és az nem gyenge. 11-eket sebzünk? Jól látom. Ez elég jó. Mennyi XP van ott? Attack speed, maxos. Ja, amúgy nem is használom a képességet. Pedig lehet, nem? Van képességünk is, de olyan erősek lettünk, hogy már nem kell a képesség. Ez mondjuk így érdekes. Valaki ide köpött. Jézusom, van ilyen, vannak ilyen undorító bogarak. Amik így oda köpnek. Hát valószínűleg a leggyengébb fegyverünk ez a pörgő axe lesz. Late game-re beindul? Na végül is, hogyha sokan lesznek, akkor tényleg jó lehet. Hú, atakara plusz 50%. Na, na, most? Most már jó? Egyre jobb.
És még tudunk rajta kettőt fejleszteni. A boomerang miatt elhozom. Hát, hogy nyilván lehetett volna mást is pikkelni, de a boomerang az túl jó volt. Piragán. Lehet attack speed, stopram. Jaj, ne. Visszajöttek a tornádós madarak. Na. Csupán 12 percet kellett várni. A mágnesem. De amúgy elég jó a staff. Tehát 11-eket sebez, 12 és írszel. Ugye elég jó a staff. Legalábbis ugye single targetre. AOE-t meg a többit intézi. Meg a többi intézi. Hát, ha valami, akkor ez most nem néz ki jól. Kirakjuk a maxos HP regent, vagy base... hát... Maxos HP regent inkább. Azt nézem, hogy egy kicsit beszoroltam. Viszont ezeket a kis skorpiókat nagyon jól ledarálja a fejszem. Csak az a gond a staffal, hogy nem én irányítok. Na, még 6 percig kéne kibírni, de valószínűleg amúgy lassan boss jön. Maxon vagyunk itt a HP-val.
Húha, ott nagyon, nagyon bevállalósak voltunk. Az a gond, hogy összehúzom az enemit, és még akkor is megsebeznek. Miközben éppen én húzom be őt. Na nézzük, milyen a pálya tetején. De örülök, hogy ezek a skorpiók vannak most. Ó, át lehet jönni is. Köszi szépen, egyemerkák. Köszi szépen az ajándékot. Szóval át lehet jönni a pályán. Márint ugye a tetejéről az aljára és alulról fölülre. Köszi, köszi. Peregenek, srácok, az fegek. Mr. Cake. Ó, oké. Nem jöttem rá, hogy mi lehet. Mondom, Imre? Vagy nem tudom, mi lehet. Mr. Kek. Igen. Az is felmerült bennem. Nagyon kellene most heal. Hát ez amúgy valószínűleg bukó. Sárcok. Tényleg nem olyan jó ez a staff. Mert ugye nem én irányítom, hogy hova lőjünk. Adag duration az jöhet. Támadnak a kaktuszok. Vagy mik ezek? Jaj, de jó kis skorpió. Na, kíváncsi vagyok, hogy mi és mennyi sebzett. Még 2,5 perc voltam úgy hátra. Staff 50, fejszer 48. Hát a többi meg nem volt húzva. Increases crit hit chance. Let's go, death. Defense növelés valamilyen áron. Van hátsó szárnyékod? Ajaj. Ajaj. Peregjenek, srácok, a szögek. Deer. Blacksmith upgrade reroll feloldva a közben. 7000 kill, tehát ez több, mint az előző ránoknál. Amint nem az előzőnél, hanem a az előttinél, amikor ilyen jobbak voltunk. Hát, attack duration, attack damage. Ez nagyon durva, tehát hogy 1% crit hit chance.
Attack speedre elmentünk, attack area. Kis attack duration. Attack damage. Jó. Na nézzük! Tehát itt van ő, de nem tudjuk hozni, mert pénzért lehet csak upgrade-elni. Jó, semmi gond, nincs baj. Ugyanis, akkor elhozzuk a királyt. Azt mondja, le kell győzni, vagy mi az, meg kell találni és el kell pusztítani az obeliszket, mert... azok, az állokolja a hard módot. Hát remélem, hogy találunk ilyen obeliszkat. Ha esetleg látok valami obeliszket, nyugodtan szóljatok. Azért annál erősebb a mezőny ebbe a zsánerbe, hogy ilyen gyenge mobilszerű játékokkal bármi eredményt lehessen elérni szerintem. Ezeket nem tetszik, Siam? Igazából ennél a játéknál is az volt, hogy van a fejlesztőknek a játékuk, a Royal Revolt 2, és hát megcsinálták a Survival-ot belőle. Az attack speedes nyaklánc az mindenféleképpen kell, mert nagyon jó cucc. Hát körbe megyünk, hát találtunk valami obeliszket.
10% crit chance. Bam. Hát az 1% az nagyon gagyi volt. Deep Rock Galactic Survival-on kívül nem olyan találtatok értékelhetőt? Hát az eléggé top tier lett a Deep Rock Galactic Survival, úgyhogy ahhoz képest a legtöbb az gagyi. Nem látok amúgy obeliszket. De amúgy vannak jók. Nyilván közeledünk ahhoz, hogy már 50 ilyet kipróbáltam. De egy 5 nagyon különlegeset tudok majd mutatni, mondani. A Keeper Stole-t azt még nem néztem meg. Azért rajta van a megnézendő listán. De igen, amit írtál, Death Must Die, Halls of Torment, Death Must Die, Brotato, 20 Minutes Till Dawn. Yet Another Zombie Survival. Soulstone nyilván azóta kapottam úgy frissítést, meg azt hiszem mondtátok is, hogy azon változtattak, és azt már rég néztem. El kell mennem amúgy ilyet keresni. Annyira kerestük az obeliszket, amit még mindig nem találunk. Hogy elment mellettem a fejlődés. Nincsen HP regenes trinketünk. Disfigure? Az nincs meg. Isten, össze lehet szedni 40% crit chance-t, ott ez rohadt jó. Mondjuk ez nem tudom milyen crit chance, hogy 11-eket kriterünk, de biztosan hogy jó ez most. Semminél biztosan jobb. Egy shield.
attack speedját a boomerangra. Nagyon gyenge az alapatakunk. Mostanra már sokkal erősebbnek kéne lennünk. Fekete-fehér? A 20 minis sem dolgozik egyébként sok színnel. Arra nagyon rá voltam függve, amikor megjelent. Na, ez... ez meg kellett. Legyen a HP-regem, egyefenem. Kilenc perc alatt nagyon sokat kell még húzni a fegyvereken. Ahogy nem tudjuk, hogy hol az obelisk. Jó, attack speed kimaxolva. Hát a jötőn az nagyon szép. Engem annyira nem kapott el, azon kívül, hogy szép. Az sem biztos, hogy ezen a pályán kell keresni az obeliszket. Egy új karakterre valót már biztosan összeszedtünk most. A Royal Swordot kéne húzni.
Have a map event, akármelyiken bejött az obeliszk. Ja, értem. Köszi az infót. Na most már 22-es kritek is vannak. Még 6 perc. 60-es szintű biztos nem leszek ezzel a trájjal. Attack speed az kell, 25% attack speed elég erős. Hát ezek nem... Ja, hogy a kismalacokra gondolsz? Igen, azok is így néha nem charge-olnak. Mondtam, rászaladok hát, ha így jó lesz. És amúgy nem volt hülyeség. Az kb. Csak így lehet elkapni. Hát mi a királynak is meg kell küzdenie. Néha a belső ellenségével. Bár ezek biztos nem a belső ellenségeim. Alig várom, hogy feltölts YouTube-ra, hogy okoskodassak, hogy hol rontottad el. Mert... De timestamp-el, hogy tudjam, hogy miben javíthatok magamon. Hűha. Azt most nem volt dash sem. A teljes vodba béna voltál, köszönöm. Base damage a swordra. Most már 27-eket kritelünk. Többeket kritelünk, srácok. Halt a boss, jelentem. Halt a boss. Jó lenne egy obelisk vagy valami. 10% damage. Hát még csak ki se tudtam maxolni magunkat. Még csak most kezdtem a játékot. Egy jó hajvágás. Egy jobb hairline. Az adnám. Úgy jobban adná a game. Vagy mondjuk le kéne venni a fészkemet. Úgy jobb lenne. Vagy nem játszani játékkal, mondjuk. Na az. Ja nem, ez csak viccelődés, mert reggel olvasgattunk kommenteket, amik így jöttek a YouTube csatornára, aztán nevetgéltünk, és ilyenek voltak össze, azért mémelik ezeket a srácok.
Csak mondom, TikTokon eddig másról nem szólt a chat, mint hogy Gamename, Jatek. Meg ilyenek. Majd lesz ilyen kis összegzés egyébként, hogy élményeim a YouTube streammel kapcsolatban, és élményeim a TikTok streammel kapcsolatban. Melyik milyen volt? Vagy milyen? De jó lenne egy mágnes. Élményem a Twitch-en? Hát azt minek? Twitch-en örök élet plusz 2. Jó mágnes, azt most adnám. Nyomod ilyen egy játék nevét, nem lehet kérdezni, 8 nézője. Most megkaptam, most megkaptam. Most megkaptam, srácok. Menni kérte, hogyha meg lesz az obeliszk? Hát nem tudom, láttatok obeliszket? Mert én nem. Egy jó bomba. A bomba nem öli meg a bosst. Nem akarok még bosst ölni. Asterixnél lesz az obeliszk. Ez jó. Egy jó mágnes vagy valami. Hogy endeljük be. Na. Hopp, ott is van. Szerzünk valami power up-ot, aztán hadszoljon. Még egy mágnes. Szívás, hogy nem tudtam felhúzni annyira a fegyvereket. Én nagyon szeretem kimaxolni a ránt, amennyire csak lehet. Mondjuk itt az a jó, hogy legalább le tudom futni a bosst. Maskákra minden oké, és aha. Most csillálnak az ágyom. Tegnap aludták a legtöbbet egyébként. Hát, hogy így... Tehát, hogy alig volt játék.
ettek, aludtak, vécéztek, meg persze vágytak a kényeztetésem. Amúgy durva, hogy úgy van ennyi HP a bossnak, hogy így nem is mentem oda még sebezni. Viccesen néz ki, hogy letelt az időm. Na jó, oda megyünk. Meguntam. Defeat the goblin, akármi, with the four, with the king. Tehát a king, ó, értem, tehát azt a goblin akárkicsodát. Level 2-es dash. Wow! Nice. Ja, és 33-szor csináltunk 50 pluszos sebzést. DPS-ünk nagyon gyenge volt most sajna. Nem baj. A jó hír. Most fel tudunk oldani új karaktereket. 1, 2. Clear Red Canyon és Clear Red Canyon with Sam. Krista Umberto. Viking kalapács. Na jó. Hát akkor mehet egy kis bónusz gold, 10%. Még egy kis bónusz gold, meg egy kis XP, meg egy kis többen nem én. Na mehet. Krista. Lassú, lassan támad, de nagy az atakarája. Ja, mennyi az idő? Egy úcsó. Jó, egy úcsó. Tűrítő, tűrítő, tűrítőrítő. Köszi mindenkinek, aki segít a cseten, köszi. Tűrítő, tűrítő. Ezt a bombát még nem kellett volna most felvennem. És neki nincs semmi képessége. Ja, a képessége az coming soon volt, igaz? Nem tetszik, hogy így kilapítja az enemit. Chance jöhet. Damage jöhet. Gyenguszok vagyunk. Jó, Mr. K, köszi szépen, hogy itt voltál, és köszi a támogatásod, meg a infókat.
Hát, hogy itt az ataggyűrése mi a fenét csinál, ezt nem tudom. A megmentő. Crit chance-ra rá kell menjünk. Bár ennek már valószínűleg mindegy. Utolsó. Nem lehet így vége. Nem lehet így vége. Nem baj, megnézzük még a másikat, az még belefér. Igaz? Fú, basszus. Ez a kunályos. És neki sincs képességem. Hát ez nem volt hosszú. De ez most már tényleg az utcsó lesz. Ó, ez ilyen poisonous kunály. Hát ezt se érzem erősnek. Hogy ezeket a híleket nem kéne felvegyem. Persze, hát végül is felveszük a másik fegyvert, amin ugye nem az alap. Remélem, még pont el tudom nektek ezt csípni. Na. Nyomatja a tesó rendbe rakást. Rendezi a tesót. Fatika legyen. Amúgy elég szépen sebez a bot. Ez a kunai, ez tetszik.
Nagyon akarnak minket ezek a kis skorpiók. Akik visszapattannak a falról. Hát inkább a HP regenre kellett volna menni, azzal nagyon rosszul állunk ezen a pályán sajna. Hát ez itt szorulás lesz. Csúnya szorulás még hozzá. Most viszont vissza kéne menni az sok XP miatt. Oké, damage. Nem kell menni melózni, az igen. Hát legyen a HP regen. Hú, és pierce-elünk enemiket már, hogyha persze eltalálunk egyet. Nice. Ez különösen jó így a mérgezésnél. Olyan is, hogy nem kell menni melózni. Nice. Na nézzük, a dot milyen gyorsan viszi el. Durva. Éve hova van ilyen is. Nice. Hát, akkor jó csilleléseket, jó gémet, akkor gondolom most csapatod ezt, a játszit. Még lehet fejleszteni hármat amúgy a... Ez a dobókésen, a kunájon. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy még, hogy ez mire képes. Boss nagyon szépen szedett. A kíváncsi vagyok erre, hogy ők mennyire gyorsan halnak át. Nem eléggé gyorsan, sajnos. Az a dobó balta az jó lehet, nem? Egyébként. Ez tetszik. Megtetszett legalábbis.
Ja, ez a dota sem úgy jó. Főleg így, hogy most azért nem gyenge. Igen, aztán különösen jó, ugye? Zöld kis füst van azokon, akikre ráment a dot. És stackelődik egyébként a dot. Nem csak egyszer tudom őt megmérgezni, vagy legalábbis őket. Ez abszolút boss killer. Attack duration 50. Ó, nézzétek csak, az attack duration 50, az mintha arra lett volna hatása, hogy távolabb szállnak a kunályok. Na tessék. Méghozzá elég távolra. Attack speed, na jó. Attack speed, az kell ide. Jócskán. Ez nem kérdés, még mindig kell. Tűrütő. Base damage. Hát ugye most már csak akkor az kéne, hogy kriteljünk is. Kíváncsi lennék, hogy a dot az tud-e kritelni. Hát, hogyha még kritel a dot, ez a kunály elég fullos. Mert ugye minél gyorsabb vagyok, annál gyorsabban tudom applikálni a dotot az enemire. És így annál többet sebez. Mármint annál több dotot tudok felrakni, és annál többet sebez. Most ez most egy elég jó try. Azt még nincs is különleges képesség ennek a karakternek. Szimplán a fegyver. Nekem van különleges képességem? A mázdi. Mázi az én különleges kép. Na nézzük, boss. 30-akat sebződik. Nice. Hát igen. Jó kis dotolás. Na ott van amúgy Stone Rune, ilyet biztos, hogy nem akarunk. Viszont ilyet a Whirling Axe. Attack speedet biztos nem akarok bukni. Még egy enemin átpírszel a... Tehát most már átmegy két enemin is a kunály. Ha, oké. Okay. Szerintem most már nem is kérdés, hogy melyik lesz a legerősebb fegyverünk. Ebben a rámban. Vagy ebbe a játékba. Fú, attack area. Óriási kunályok. Ürütű.
Megnézzük a kritelést. Bár szerintem nem fog kritelni a dot. Attack speed-et impeljük. Ha ez a kör nem sikerül, akkor kapok egy sárt. Az igen. Nem kell dolgozni, sör is van. Az komoly. Mr. Kék. Bakker. Nem néz ki jól. De sok ott az XP basszus. Jó. Hát ilyeneket kapok basszus. Jó. Jézusom! Ja, nagyon jó lenne egy mágnes. Jó, egy kis HP regem. Ott van! Fúha! Max HP. Pickup range. Itt is chance. Ez a gond a kunai, ez már kian fejlesztem. De arra már nem fogok kapni semmit. Ilyen viccesen közlekednek ezek a skorpiók. Dead. Hát innen hogy lehet kijönni? Három köcsök körül mozgok ezerrel. Jó, hát nem szabad lefele mennem most, azt látom.
Nem tudom, merre kéne akkor. Jaj. Na se baj. Megnéztük mindegyik karaktert. Hogy milyen. Az a helyzet. Hát ezekkel a karakterekkel nehéz. Ezzel a Krisztával meg az Umbertóval, így, hogy amúgy nincs ability-e. Az van. Na nem baj. Hát ez most ilyen. Ez most ilyen lett. Azt érzem egyébként, hogy itt úgy lehetnék sikeresebb, hogyha többet játszanék, és mármint hogyha még több órát beletennék a játékba, és ezeket a Blacksmith-es cuccokat innen kivenném. Ja, vagy lehet, hogy hiányzik a képesség, nem tudom, de azt éreztem, hogy csupán skillből nem igazán lehet megoldani a pályákat. Lehet, hogy amiatt, mert hogy demo és nincs annyira balanszolva a játék, vagy ennyire építenek arra, hogy minél több órát beletegyél, és úgy legyél erősebb. Lehet egyébként, hogy az utóbbi. Nem tudom. Minden esetre megnéztük a karaktereket, leteszteltük őket, és megnéztük ugye a fegyverek nagy részét is, már mennyit ugye sikerült feloldani, és ez még csak demo. Szóval kíváncsian várom, hogy mi lesz még ebbe a játékban, így az early alatt, és az 1.0 is érdekel ennél a játéknál. Nem érzem azt, hogy bármiféle különlegességet nyújtana, tehát hogy nem különleges számomra ez a játék. Igazából maximum a grafikájában, illetve nektek még egy lehetőség, hogy beszívódjatok ebbe a Bullet Heaven-es világba. Hát én megtettem a részem. Felhívtam erre a játékra is a figyelmet. Remélem, hogy tetszett nektek. Még szerintem játszunk velem. És akkor gyorsan megmutatom nektek, hogy mik azok a játékok, amik ehhez hasonlóak. Itt ha följöttek Jenter YouTube csatornára, akkor itt van egy olyan, hogy beletevő játékok. És akkor itt a legfrissebb van a legfölül. És amit én tudok nektek ajánlani, ami személyes kedvenc a Nomad Survival, az baromira élveztem. De azt tudom, hogy sokatoknak amúgy nem tetszene. Aztán itt van a Brotato, ami elég fullos. 20 Minutes Till Dawn szintén nagyon-nagyon jó. Holocure. Amúgy a Renfield is nagyon jó volt, bár abban talán kevés a content. Yet Another Zombie Survival, Halls of Torment, a Scarlet Tower is ígéretesnek tűnt, de abba se tettem elég időt még. Death Must Die. Hát... nem, a slime-os nem mondom rá, de az is amúgy azt hiszem most jelent meg az 1.0-ban. Deep Rock az nem kérdés. A Nimrod Survival is amúgy elég jó. Nem, azt se sorolom a legjobbak közé. Azt is élveztem, de nem sorolom a legjobbak közé. Ennyi. Brotato az nekem nem adta, nekem az baromira tetszik, főleg most a DLC-ével. Jól van, srácok, ez lett volna ez a kis gamesz, a Royal Revolt Warriors. Köszi a figyelmet!